kontra. Szervusztok kedves hallgatóink, ez a Kontra Podcast, én Grósz Béla vagyok. Én pedig Kusz Mátyás. És végre nem egyedül ülök itt. Bodnár úr utoljára cserben hagyott, de Matyira lehet számítani, hál' Istennek. Így van, mindig itt vagyok, hogyha kellenek. Igen, mint a jó cserkész, vagy az utolsó cserkész, a Bruce Willis-től. Mai adásunkban nem lesz káosz, ellentétben azzal, ami a mountain bike-ok piacán van, és ellentétben az ilyen pseudofejlesztésekkel az országúton, amiről már, hogyha nagyon finom vagyok, akkor kiengedtük a kritikát, akkor itt azért voltak elég komoly fejlesztések az utóbbi 10 évben, és nem csak marketing bullshitről beszélhetünk. Hát abszolút, egyrészt az, hogy itt a legbonyolultabb a választék, meg a legnehezebb gyakorlatilag dönteni már kategóriákban is, az abszolút igaz. Illetve hát, hogyha egy 10 éves bringát egy új mellé rakunk, ott azért tényleg óriási fejlesztések voltak. Én még azt is mondanám, hogy 10-15, mert ugye a 29-esek megjelenésével gyakorlatilag teljesen megváltozott, és akkor így a boost bevezetésével ott teljesen szintén még nagyon új bringák keletkeztek. Tehát akkor pro-kontra, átláthatatlan a kínálat, ellenben tényleg voltak jó fejlesztések, amitől használhatóbbak a mai bringák, mint a 10 évvel az előttiek. Így van, így van. Itt a pro-kontra kapcsán még megegyezném, hogy ugye most elméletben beszélünk róla, az ideális esetről, hogy bármikor kapható. Ugye a mai piacon az nincs annyira így. Na igen, és ugye ez is egy komoly szempont lesz az alapján, hogy hogyan ajánlunk bicikliket, ugyanis utána a Montinál egyébként még inkább domináns azért, hogy vannak szempontok és alkatrész csoportok, amire érdemes költeni, és mi az, amire nem. És akkor így szétszedegettük egyébként, és azt szedjük össze, hogy első körben, hogy mire érdemes több pénzt áldozni, hogyha egy bringát választasz, mert ugye megvan ez a klasszik szemlélet a bicikliknél, hogy ha a hátsó váltó szép, akkor valószínűleg ez egy jó bicó lesz, de tudjuk ezt már nagyon régen, és hogyha törzsgyökeres kontrahallgató vagy, akkor tudod, hogy ez nem igaz, mert a hátsó váltó az csak, hogy mondjam, a használt autónak a VD40-e, körülbelül a bringaiparban. Van a vásárló meggyőzésére szolgáló alkatrész. Na és igen, és éppen ezért megfordítjuk a logikát. Tehát nem első körben ugrunk neki kategóriákra Montit javasolni, hanem tényleg megmondjuk azt, hogy mire érdemes költened, és mire nem. És hát kezdjük akkor talán a legtriviálisabbal, váz. Az egyik olyan alkatrész, amin a legtöbb ember azt mondja, hogy mindegy, mert hát csak az a lényeg, hogy mi van ráírva, vagy hát ugye az sem, mert mindegy, mi van ráírva, az ottól még egy váz, de hogy ez nagyon nincs így tényleg, tehát hogy ezt próbáljuk mi is minél jobban súlykolni, minél inkább meggyőzni az embereket arról, hogy a váznak a szerepe az egy nagyon fontos dolog. Ugye itt nem csak a súlyról beszélünk, mert nagyon sokszor hallom ezt is, hogy nem kell a karbonváz, mert hogy most az a 200-300 gramm az nem annyira fontos, ami teljesen igaz, mert valóban nem az a fontos, hanem a geometria, illetve az, hogy hogyan viselkedik ez a váz. Hát ugye a geometria az tényleg szerintem is egy rohadt fontos szempont ebben, és ugye itt van az ellentmondás, hogy az igazán jó geometria is korszerű, amiben arról beszélünk most, hogy lapos fejcső, hosszú felsőcső, leginkább a legdrágább bicókban kapod meg. Így van, illetve ugye, ami nagyon fontos, hogy a 29-es kerekek megjelenésével az első montik, azok kicsit még ilyen esetlenül viselkedtek terepen, mert ugye úgy tudták csak belerakni azt a kereket, hogy még nagyon hosszú volt a láncvilla, még a kerék nem volt annyira széles papucs távolsággal megáldva, vagyis hát a váz, mint ugye most. Most ugye fejlesztettek már azért már jó pár éve rajta, tehát az újabb fajta montik, most teljesen mindegy, milyen kategóriáról beszélünk, azok tényleg már legalább annyira fürgék, mint a régi 26-osok, csak hát azért a 29-es többi előnyével. Amúgy te hogy állsz ahhoz a kérdéshez, hogy használt vagy nem használt egy váznál? Hát a váz vásárlása az önmagában, mint külön alkatrész vásárlása egy nagyon nehéz dolog, mert ugye általában azért csak olyan vázakat lehet vásárolni a gyártóktól, amik az abszolút csúcskategóriát képviselik. Tehát ha megnézzünk akár egy Specialized-ot, vagy egy Medidát, vagy bármilyen gyártót mondhatnék szerintem nagyjából, akkor tényleg csak a legmagasabb felszereltségű vázat lehet megvenni. Inkább akkor szokott előtérbe kerülni az, hogy na, akkor darabokból rakjunk össze egy bringet, hogyha valaki a költséghatékonyságra megy. Na most elég nehéz költséghatékonynak lenni úgy, hogy egy 1,5 milliós vázzal kezdünk. Gyakorlatilag csak a használt piacra tudnál visszanyúlni vázból. Így van, így van. Tehát, hogyha vázról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy csak használt piac.
ott azért bele lehet nyúlni egy-két érdekes dologba. Nyilván lehet venni olyan alumíniumot is, ami el van törve, és nem veszük észre, karbonból lesz szerintem még inkább előfordulhat, de hát természetesen vannak azért olyan használt áruk, amit biztonsággal meg lehet venni. Itt szintén arra érdemes figyelni, hogy ami gyanúsan olcsó, az valószínűleg valamiért gyanúsan olcsó. És amúgy, hogyha adott budgeted van egy bringára, akkor te vennéd egy karbonmerevvázat, vagy karbonmerevvázas bringát, vagy egyébként mennél egy alumínium fúdira? Hát ez attól függ szerintem, hogy mire szeretnénk ugye használni. Én szembe kerültem ezzel a döntéssel amúgy, amikor az elmúlt pár évben versenyeztem, és én végül egy merev karbont választottam, de hogyha csak ilyen általános tekergészésre vesszük, vagy tényleg így a haverokkal elmenni, tehát nincs benne ez a kompetitív jelleg, akkor szerintem egy ösztelóssal jobban járunk. De azért itt is érdemes hozzátenni, hogy egy ösztereszkópos bringának a karbantartási költségei azok jóval magasabbak, mint egy merev falunak. Tehát azért ezt érdemes figyelembe venni így a hosszú távú kalkulálásnál, mert nem csak a teleszkópot kell szervizelni, hanem a rugóstagot, illetve ugye a csapágyakat is azért illik legalább néha kiszedni, megtisztítani. Ugye azt is, hogyha az ember nem otthon tudja megcsinálni, akkor egy szervizben az most már ezért súlyos tízezrekbe kerül. Akkor itt azért a verdikt a vázaknál, hogy költsd de ésszel? Hát a verdikt a vázaknál így van, hogy ott érdemes tényleg a budgetnek a jó részét rászenni, de én azt gondolom, hogy ha darabokba rakunk össze bringát, akkor a használt piacon érdemes elindulni, és nagyon jól megnézni azt, hogy mit veszel. Akkor a következő, ami egy Monty nagyon-nagyon neuralgikus alkatrész, most le is lőttem a poént, hogy mennyire fontos, gumik. Akár országútinál, akár Montinál nézzük, ugye a gumi viszi át a tapadást a talajra. Tehát nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de én gyakorlatilag én próbáltam egyszer egy olcsó gumit, hogy jó lesz edzésre. Hát azon az egy edzésen kétszer majdnem elestem vele, mert mind a kétszer elmentem egy vízátfolyásra, és hát az addig megszokott, jól teljesítő, teljesen biztonságosan kanyartechnikával úgy kisúszott alulam majdnem a bringa, hogy alig tudtam összekaparni. Hát pont ezt akartam mondani, hogy nem akarok országúti hasonlatot hozni megint én is, de mountain bike-on is, hogy a jó minta, jó gumikeverék, strapabíró oldalfal, normális szélesség, jó gördülési ellenállás, hát ezt nem adják olcsón, viszont ez annyit befolyásol egy Montin, hogy az ami elképesztő. Tehát egy nagyon-nagyon sok dolgot tud vele az ember kompenzálni, és majdnem azt mondom, hogy gyakorlatilag a legjobb árérték arányba. Így van, tehát attól függetlenül, hogy tényleg egy csúcsgumi 20-25, akár 30 ezer forint magasságát is ütheti mostanában, én még mindig azt gondolom, hogy bár kopó alkatrész, tehát ezt értelemszerűen nem egyszer kell megvenni, és akkor ez sokáig jó lesz, bár mondjuk ez általában semmivel sincs így, de a gumi azt tényleg azért el tud kopni, viszont ahogy a minden alkatrészben, vagy minden kategóriában, hogy a gumiban is nagyon sok fejlesztés történt, én azt gondolom, hogy most ha példát tudnék mondani, akkor a Schwalbe-nak a két top gumiját próbáltam legutóbb, tényleg még az előző szériás, tehát egy 2-3 éves top gumihoz képest összehasonlítva is óriási különbség volt tapadásban, gördülési ellenállásban, meg abban, hogy ilyen általánosan jól viselkedik, tehát hogy nagyon jól gurul aszfalton, meg szárazon, de hogyha egy kicsit sáros a terep, akkor sem ijed meg. És nem kell azt csinálni, mint amit én aktív koromban, hogy otthon a kanapén ülve manikűrollóval vagdosod a mintát rajta, mint a ralliguminál. Így van, meg hogy van 3-4 gumiszetted éppen attól függően, hogy milyen versenyre mész. Ez főleg azért is fontos, mert hogy most azért általában gyúbleszeket használunk, ott azért a gumicsőr nem annyira egyszerű. Na, és hogy mondtad, mert én akartam ezt lelőni, hogy oké, drága gumi, jó gumi, de egyet mindenképpen Montinál legyen tubeless. Belső nélküli. Amire majd vitázhatunk országúton, hogy jó vagy nem, de Montiba nincsen kérdés erre. Hát Montiban nincs kérdés. Tehát, hogy én nagyon sok helyen látom még mindig felbukkanni ezt a kérdést, hogy hát Montiba megéri egy tubeless venni. Itt ez igazából nem kérdés. Tehát ha már egy kicsit, én nem is azt mondom, hogy sportszerűen tekerünk, hanem ha már kimegyünk egy erdőbe és bármit csinálunk a Montival, tehát ha nem aszfalton használjuk, akkor én azt gondolom, hogy mind csak előnye, vagy hát olyan nincs itt is szinte, hogy csak előnye van, mert ez nem igaz, de
de nagyon-nagyon meghaladja az előnyei a hátrányait. Én azt tudom csak példaként mondani, hogy hát 2010 környékén használtam szerintem először tubeless-t, még a 26-os kerékkel, de akkor ilyen gettó tubeless-t, hát már az is sokkal jobb volt, mint a belsővel szenvedni. Amiről viszont én szerintem nem feltétlenül érdemes költeni világokat, és most ebben lehet, hogy vitázunk egymással, azok a kerekek lennének. Tehát elég sok drága technológia érhető el benne, kerámia csapágy, karbon, ez az amaz. Hogy mondjam, itt azért Montiba azért az ember úgyis oda csapja, fogja kapni a dzsuvát, lemosod ezzel, azzal, amazzal, ami szerintem ebben tök fontos, legyen széles, tehát ilyen 30 mm-es belső szélesség, hogy ilyen 2-3-as, 2-6-os gumihoz passzoljon, és legyen egy jó ipari csapágyas agya. A legtutibb, hogyha valami nagyobb márkára mész, mint ilyen DT, vagy Hunt, vagy ilyenek. Vagy esetleg egy Shimano. Vagy egy Fulcrum. Azaz. Igen. Igen. Amúgy abszolút egyetértek vele, tehát egy országútinál én azt gondolom, hogy a váz után a kerék a majdnem a második legfontosabb dolog. Montinál ez talán kevéssé fontos. Itt is azért én azt gondolom, hogy egy megadott pénzösszegből a legjobbat érdemes nyilván megvenni, meg azért egy fontos dologról van szó. Én azt gondolom, hogy egyenes külös fűzésű legyen, az ipari csapágy az tényleg abban jó, hogyha összesarazzuk, meg leslagoljuk, meg beázik a csapágy, akkor tényleg fillérekért cserélhetjük. Úgyhogy én igazából egyetértek. Tehát ebben nem tudok hozzátenni olyan túl sok mindent. Lehet nyilván elszállni karbonkerek irányába, meg ahogy mondtad, kerámia csapágy, meg konuszos csapágyazás irányába, de Montinál azért azt a tudomásul kell venni, hogy egy rossz mozdulat, és gyakorlatilag kuka a kerék. Vagy hát a felni biztos. A felni biztos, aztán akkor nem csak az izzadság fog folyni, hanem a kicsi könnyeid is, amikor ott szedegeted össze a karboncsíkokat az erdőben. Így van, tehát egy karbon felni, vagy akár még egy komolyabb keréknek a felnie is azért egy bőven 100 000 fölötti kiadás lehet. De hogyha a kerekeknél vagyunk, akkor ami rácsatlakozik a fékek. Erről mit mond a szakértő úr? Hát a fékén azt gondolom, hogy az ilyen váz kategória, tehát az szintén egy nagyon fontos alkatrész Montiban. Itt megint meg kell nézni azt, hogy mire használjuk a féket, mert ugye vannak most már, régen csak tényleg az volt, hogy bovdenes vagy hidraulikus. Nem tudom, hogy te a kettő közül mit választanál. Ó, nem hiszem, hogy kérdés. Voltak még ilyen kirándulásaim bovdenesekre, de ezek nagyon csak elképesztően rossz álmaimban, amikor betegre eszem magamat burítóval lefekvés előtt, akkor jönnek elő. Ezek mennyire rémesen mozogtak, ahogy elképzelem, hogy egy oldalról hajtogatja a féktárcsát, mint egy ilyen rossz chipset. Oh. Így van, tehát én is igazából mechanikus fékkel azt mondom, hogy az egy, ami használható volt, az a Bidnak a BB szériája, de az se jó, tehát hogy azért egy hidraulikus fék az mindenképpen egy magasabb kategóriát képvisel mindenben. Most ugye vannak már 2-4 dugattyús fékek, meg azt hiszem már 6 dugattyúsat is láttam valami, és ott az, én amúgy 4 dugattyúsat használok elő, és 2 dugattyúsat hátul, főleg azért, mert ugye az első fékkel, ez nyilván felhasználó függő, de én sokkal többet fékezek első fékkel, még nagyobb erőhatások érik. Az, hogy hány dugattyúsat használ az ember, meg mekkora hűtőbordákkal felszerelt tárcsát, meg mennyire jó hőelvezetéssel bíró féktestet, ez szintén attól függ, hogy milyen bringára kell. Egy könnyű 8 kilós csúcs XC bringára azért nem érdemes a legbrutálabb fékeket megvenni 203-as tárcsákkal. A DH meg nyilván a másik véglet. Tényleg azon kell gondolkozni, hogyha kevés a fékerő, akkor mielőtt kidobod, azért érdemesebb egy egyen nagyobb féktárcsát felrakni, mert az azért nagyon sokat dob így a fékerőn. Így van, illetve ha már nagyobb féktárcsa, az legyen jó. Tehát, hogy azt nagyon sokan nem tudják szerintem, hogy a féktárcsának a minősége az nagyon-nagyon befolyásolja a fékerőt, meg a hűtést, meg minden mást is. Tehát egy drága féktárcsa az tényleg nem azért drága, mert nem tudom, a felső polcon van, hanem az tényleg technológiailag is jobb. Amúgy, ha már drága féktárcsáknál vagy, akkor én majdnem elkövettem annó 2005-6 környékén azt a bűnt, hogy rendeltem Amcsiból alumínium féktárcsát. Végül nem tettem meg, és karbon féktárcsát sem rendeltem meg, ami abban az időben egyébként volt elérhető a piacon,
és ne gondolkozzatok ezen, kedves hallgatók, hogy ilyeneket rendeljetek, ugyanis azok tényleg életveszélyesek, és voltak a mountain bike-nek ilyen vadhajtásai, amikor ilyenekkel is lehetett szórakozni. Igen, én már az alumínium sornál is felhúztam a szemöldökön, a féktárcsa az tényleg életveszély. Ami a fékhez még nagyon szorosan hozzátartozik, az a fékbetét, és a vinyogó fékek korában, amint még érdemes megnézni, az, hogy ne csak szinteres fékbetétet tudjál belerakni, hanem organikusat is, mert az én szerint tapasztalatom alapján az organikusak például sokkal kevésbé vibrálnak és rezonálnak be. Jobb is a fékhatás, viszont jobban kopik. Így van, ez nekem szintén van egy ilyen személyes, nem tudom, megszokásom, hogy előre én organikusat, egy gyantásat szoktam használni, hátra meg szintereset. Ez szintén azért, mert az a stílusa, hogy én tekerek, ezt szokja meg. Én azt gondolom, hogy érdemes kipróbálni mind a két fajtát, de előre amúgy szintereset én annyira nem javasolnék, ha csak tényleg valaki úgy nem használja, hogy valahogy furán. Hogyha már költöttünk akkor fékekre, akkor amire szerintem nem feltétlenül érdemes a világpénzét elszórni, bár kellően szexi megoldások vannak, azok a kormány és a stucni. Hát így van, tehát a kormány stucni, most itt nyilván megint arról beszélünk, hogy attól függ, hogy budget vagy egy komolyabb építés. A kormányszernál tényleg azért nincsenek olyan nagy trúbályok, tehát persze van olyan, hogy hátulról csavarod bele az elől abba a csavart, meg más szögben csavarodik bele a csavar a stucniba, meg vannak ilyen dolgok, de azért nem érdemes ezeknek annyira bedőlni. Amúgy itt is történt egy jobb fejlesztés, mert ugye vannak most már a 31.8-as kormányok helyett 35 mm-esek is, és az azért érezhetően merevebbé teszi a kormányzást, de tényleg azért itt a kormányszernál nem érdemes szerintem olyan sokat rákölteni. A kormánynál ott én azt mondom, hogy egy karbon kormány az jó tud lenni, tehát az sok mindent tud csillapítani még így pluszban, de itt megint az attól is függ, hogy mire használja az ember, meg milyen teleszkópja van, mert ha tényleg valakinek egy, nem tudom, egy őlinsz, most itt nyilván a budget építésben valószínűleg nem, de hogyha valakinek egy nagyon jó villája van, akkor az ott nem feltétlenül kell azért karbonkormány. Na igen, és itt a karbonkormány azért egy pár kedves magyar, hát felfedező vagy kalandor, inkább így hívnám, hajlan arra, hogy rendeljen távol-keletről kormányt AliExpressről, vagy esetleg valami használtat, de ez az a pont, ami szószoros értelmében nagy pofára esésbe végződhet. Hát így van, tehát nekem is voltak azért olyan időszak, amikor nem szórtam, meg most se szorom nyilván nagyon sok pénzt a bringázásra, de azért vannak olyanok, amik tényleg ez a no-no kategória, tehát kínai karbonkormány, kínai nyerekcsövet, meg villát, tehát hogy az tényleg életveszély, hogyha valaki ilyenekkel bringázik. Nyilván van sok ezer ember, akinek jó, ha pont te vagy az, akinek nem, akkor az azért nagyon veszélyes lehet. Na és a következő pont az nekem régi fétisem, gyakorlatilag mindegyik bringámon ez az első, amit lecserélek, országúti vagy monti, az ilyen kontaktpontok. Tehát Montinál a markolat, országútinál a kormánybetekerő, de az gyakorlatilag azonnal azt, amit én szeretek, cost was cost, azt azonnal lecserélem, mert gyakorlatilag, érted, a markolatot szóismétlés, markolászom egész végig. Hát igen, tehát ahol hozzáérsz a bringához, ott az azért legyen jó. Tehát a nyereg azért nagyon fontos, meg egy központi kérdés, mert tényleg egy rossz nyereggel nem lehet biciklizni, vagy rövid ideig lehet, de hát meg hosszú ideig is lehet, attól függ, kinek mennyi a fájdalomtűrő képessége. Csak nem érdemes. Így van, így van. Meg aztán lehet, hogy a kedves párod csak köszöni meg a végén. Hát az meg a másik, tehát hogy sok mindent kockára lehet tenni, ezt nem érdemes. De a lényeg, hogy ahol hozzáérsz a bringához, az szintén egy olyan dolog, ami legyen jó. Itt nem biztonsági tényezőről beszélünk, hanem inkább kényelemről, komfortról. De hát nem azért megyünk bringázni, hogy ne komfortosan, ne kényelmesen, ne egy élmény legyen a bringázás, hanem egy szenvedés. Ezért érdemes. Hát igen, nyeregnél van ugye az a faktor, hogyha egy új nyerget próbálsz ki, akkor nem érdemes azért a legdrágábbat megvenni instant, mert ha aztán nem jön be a forma, és aztán ott ülsz egy 60-70 ezeres nyeregen, illetve hát ott ül melletted a nyereg, a kanapén inkább, mert nem jött be, akkor lehet, hogy első körben azért érdemesebb kipróbálni egy acélpálcásat így kezdésnek. Így van, illetve ami még egy
tapasztalatból tudok beszélni, hogy ha veszünk egy új nyerget, akkor túl hosszú túrára ne induljunk el. Én elkövettem egy ilyet, hogy egy 125 grammos SLR-t egy 298 kilométeres Balaton kerülésen sikerült kipróbálnom. Vagy mostani pároddal, vagy ez már egy akkori ex? Nem, ez egy nagyon régi sztori. Jó voltam úgy, nagyon kifejezetten. Na, de még egy nagyon fontos kontaktpont van, ami elég érdekes, mert azon Montiban nem feltétlenül érdemes én szerintem költeni, és az a pedál. Illetve a világ összes pénzét el lehet költeni, de nincs akkora benefit a súlyon kívül én szerintem. Tehát itt pedálban szintén olyan világpénzét nem érdemes kidobni. Itt vannak tényleg olyan bomba ajánlatok, amit így azt mondom, hogy meg lehet venni, és akkor azokkal nagyon hosszú ideig lehet tekerni. Itt én Shimano pedálpárti vagyok. Próbáltam már nagyon sok más Time-ot, meg Eggbeater-t, meg nem is tudom, mit még, valami Shimano licenszelt más márkát, Ricsit talán, de egyik se váltotta be annyira hozzáfűzött reményeket. Én azért azt mondom, hogy van a PDM 520, ami egy ilyen, tényleg egy olcsó pedál, nagyon sokáig jó, meg nagyon jó a belépése. Annál egyen jobbra maximum akkor érdemes költeni, hogyha sokat sarazunk, mert ott a pedál testbe egy kicsit könnyebb belépni akkor, ha tényleg tele van trutymákkal a cipő. Hát igen, én is végig próbálgattam a Eggbeater-nek az összes pedáját, végig küzdöttem vele, aztán amikor jó Isten rávett arra, hogy próbáljam ki a Shimano-t, akkor jöttem rá, hogy mennyi időt tékozoltam el az életemből, a csapágyak, az, hogy mennyire jól tartja a lábad, milyen jó az erőátvitel, és mondjuk 50 grammért, amit azt gondolt, hogy nagyon sok, nem éri meg. Nem éri meg. Tehát, hogy az, amennyit estem azzal a hülye pedállal. És nem két havonta kell cserélni a részstoplit. Nem, tehát igen, pont azt mondom, hogy szerintem nekem van egy M520-asom, ami szerintem lassan nagykorú lesz. Vagy fiatalkorú. Tehát... Hát kb. Tehát az 520-asnál igazából arra kell maximum figyelni, hogy néha szét legyen szedve, be legyen zsírozva, mondjuk ilyen 3 évente, amikor általában más pedált kidobsz a kukába. Meg hogy nekotyogjon, ott szintén egy nagyon egyszerű szerszámmal be lehet állítani a pedálnak a lógását. Ha ezek megvannak, akkor tényleg bármeddig kiszolgál. Most, hogy már tudjuk, hogy miről szól a Decathlon Recathlon programja, tudd meg te is, hogy hogyan tehetsz ezzel a programmal egy fenntarthatóbb jövőért. A Recathlon egy olyan piac tér jött létre, ahol lehetőséget nyílik el adni a kinőtt, megunt, vagy már nem használt sporteszközeidet. Nyilván, ahol eladni lehet, ott venni is. Ezért lehet, hogy pont itt találsz olyan terméket, amit már mindenhol kerestél, de sehol sem találtál meg eddig. Ha felkeltette az érdeklődésed a Recathlon program, akkor viszont keresd fel a recathlon.decathlon.hu weboldalt, és tudd meg, hogy mi érhető el a hozzád legközelebbi áruházban. Következő alkatrészünk a nyerekcső, ami tök érdekes, mert annó, amikor versenyeztem, akkor még igazából azt mondtam, hogy max a súly számított, de most már azért teljesen máshogy áll a gyerekfekvése, más a gyerekfekvése. Igen, igen, hát régen azért tényleg az egekbe kihúzott nyerekcsővel versenyeztünk, és amikor mondjuk mögé kellett ülni, akkor azért oda kellett tudni bringázni, meg elég nehéz volt úgy irányítani, hogy a mellkasodban voltam úgy a nyereg. Most azért a dropper posztok jelentősen megkönnyítették ezt a dolgot. Na igen, és ugye a dropper posztoknak meg iszonyat nagy fejlesztés is volt, tehát hogy így nem kell már a csúcsot megvenni, mert hogy annyi gyártó jelent meg a piacon, a OneUp, az X-Fusion, amit most nem azt mondom azt, hogy fillérekért, de hogy Montiban, ha még egy merev bringát veszel, akkor is annyival jobb élményt tud neked nyújtani, amit így visszatekintve, hát kár, hogy kimaradtam ebből. Igen, tehát én, amikor először mentem dropper posztos nyerekcsővel ellátott bringával, akkor nekem is az volt, hogy egyrészt az, hogy meg kellett szokni, hogy van, tehát hogy ez egy elég nagy challenge, de onnantól kezdve meg gyakorlatilag, ha már nincs, akkor nagyon-nagyon zavaró tud lenni. Na igen, és akkor itt lelövöm azért, hogy nem gondolom azt, hogy az országúti sportnak a dropper poszt lesz majd az újabb forradalma a Milano Sanremo után sem. Úgyhogy tovább mehetünk. Hát és akkor lassan már folynak az alkatrészek. Váltás. Azért itt elég komoly fejlesztés volt az utóbbi 5 évben, főleg a one by, tehát az egyszeres hajtások megjelenésével. Még legutóbb, amikor vettem a saját bringemet, akkor még 2x11 volt. Azt én átalakítottam 1x11-re, de azért ez nem olyan. Tehát egy 1x11-jel ott
vagy, tehát hogy itt most versenyzésről beszélek, tehát vagy nagyon erősnek kellened ahhoz, hogy ki tud használni, ami én sose voltam, vagy pedig tényleg egy ilyen nagyon hobbi bringezésre, mert hogy a baj az, hogy ha ugye 14-46-os sort tudsz használni, hogyha a gyárit tekintjük, és ott ugye, hogyha felraksz egy nagyobb lánckereket, akkor fölfele nem fogsz tudni a nagyobb redeken fölmenni, ha meg felraksz előre egy 30-as lánckereket mondjuk, akkor meg azért a végsebességed nagyon lecsökken. Az új rendszereknél azért ez jelentősen megváltozott, mert ugye ott ilyen na, jóval nagyobb átfogások vannak, 10-51 a legáltalános, amit használ szinte mindenki. Na igen, és tehát hogy majdnem azt mondom, hogy nem a belépő, mert nyilván nem a belépő ilyen TY-os igen, szettek, de hát egy Shimano-ból a Deor, az most szerintem atom jó lett, és hogy nagyon jól is néz ki ahhoz képest. Ami mondjuk fontos, hogy használatban itt nagyon-nagyon nem érdemes gondolkozni. Nem, tehát hogy mivel a Deor nemrég jelent meg, ezért abból használt egyrészt nem igazán van, másrészt meg annyira olcsó már a szettnek az ára, hogy használtan, nem tudom, 10-20 ezer forintot lehet spórolni egy komplet szetten, ott meg szintén ki lehet fogni olyan alkatrészt, amit mondjuk legyilkoltak előtte valamilyen módon. Tehát szerintem nem éri meg a kockázatot. Viszont valóban tényleg, tehát hogy amikor legelőször használtam az 1x12-es rendszert, akkor én SLX-et használtam, és már az is borzasztóan jó volt. Most nagyjából amúgy ott tartok, hogy az előző szériás XT-met azt én valószínűleg Deorra fogom leserelni. Igen, ez a durva egyébként, hogy amikor belegondoltam, vagy amikor versenyeztem, hogy nem igazán volt gondolkodás, hogy egy XTR vagy egy X.0-as RAM alá mennék, vagy oké, XT talán helyenként, de hogy most tényleg egy váltás minőségben elképesztően jó egy új 6000-es Deor, meg egyébként ez a GX-es RAM is. Így van, tehát régen azért nem úgy működtek a középkategóriás szettek, mint mostanában, simán le lehetett tépni egy hátsó váltót egy rossz mozdulattal. Most már azért ez nincs így. A SRAM-nál én azt gondolom, hogy ott is igen, tehát a nagyon belépőt ott sem érdemes megvenni, de ott azért egy GX vagy a felette lévő Eagle, az már tényleg egy nagyon jó szett. Hát és megérkeztünk az utolsó alkatrészhez, ha jól számolom fejben, villa. És rugosta, vagy rugosta. Így. Tehát most egybe csillapítás. Igen. Hát itt szintén egy olyan dolog van, hogy bár érdemes rá költeni, de itt viszont azért nagyon meg kell nézni, hogy mit veszünk, mert erre szintén a világpénzét el lehet költeni. Hát nem tudom, hogy néztél-e már mostanában teleszkóp árakat. Próbálok így a kis szívemnek jót tenni, és nem ilyenekkel sokkolni magamat. A legutóbbi, amit néztem, hogy nekem egy Foxon van elől, de nem egy ilyen csúcs, hanem egy ilyen középkategóriás Fox 32 performance talán csillapító egységgel. És hát azt akartam valami jobbra lecserélni, és oda jutottam, hogy hát nem fogom lecserélni, mert amit vennék, az ilyen 4-500 ezer forint. Na igen, ilyen 253-at akartam mondani, de akkor itt az a, hát a hivatalos 6%-os infláció akkor itt is megjelent, nem? Mármint, hogy 46%-os. Igen. Igen, ugye itt a nagy diffi egyébként a világ között az, hogy a drágábbaknál komolyabb csillapítási rendszerek vannak benne főként, jobbak a felületkezelések, picit könnyebb ez az amaz. De azért nem adják olyan túl olcsón. Érdemes azért itt belekukkantani, hogy mi az, ami jó. Ugye mondjuk a Foxnak, akinek köztudottan elég drágák a villájának, van egy olcsó villája, azt úgy hívják, hogy Marzok ki. Legalábbis azok az olcsóbb villák, és abból az E1-es egy egészen jól sikerült modell, ami nagyon-nagyon jól szerepel minden teszten. Igen, én azután mentem egy Marzok ki villába, amiután a Fox megvette őket, és már a Fox belseje, vagy a Fox fejlesztése volt gyakorlatilag benne. Szerintem is egy nagyon jó villa volt. Én erre is azt tudom mondani, hogy bár tényleg érezhetően jobbak a csúcsvillák, de azért itt szintén már a középkategória is nagyon jól működik. Amiben, hogyha nagyon elkalandozol és sokkolnak az árak, és érdemes talán a, nem is azt mondom, hogy használ, de ilyen másodlagos piacon nézni villát, az, hogyha valaki a gyári bicajából kiveszi az OEM villát, és azt adja el, mert azt talán olcsóban megkapod, mint egy aftermarketes új villát. Érdemes a használtak között is talán körbenézni, bár mondjuk itt ugyanúgy, ahogy a váznál bele lehet nyúlni olyanba, amiben az ember nem szeretne. Tehát egy villát azért, meg egy rugós tagot, azt érdemes tudni, hogy ilyen vannak ugye kis és nagy szervizek, amikor el kell látni ezeket az alkatrészeket.
itt a gyártók néha olyan óraszámokat írnak elő, hogy ilyen 40 óra mondjuk, és azért 40 óra biciklizés az mondjuk 20 alkalom, hogyha gyakran használod, akkor az akár egy hónap is lehet. De amúgy, ha belegondol az ember, akkor az ilyen versenyalkatrész szintű, tehát hogyha megnézzünk egy enduro motort, amivel tényleg terepen megyünk, és olyan kihegyezett alkatrészek vannak rajta, akkor ott is nagyon, nagyon sűrű szervizintervallumokkal találkozunk. A villáknál is azért tudni kell, hogy nem tudom, hogy ha mentetek már lefelé, akkor utána fogjátok meg mondjuk a rugóstagot, tényleg felforrósodik gyakorlatilag egy 5 perces lejtőzés után is a rugóstag attól, hogy gyakorlatilag a kibecsillapítást azt az olaj látja el, és ahogy a nagyon kis átmérőjű kis furatokon átmegy az olaj, attól nagyon fel tud hevülni. És hogy most, hogy átmentünk minden alkatrész kategórián, így tényleg egyszerűsítsük le. Nem fogunk mindegyik szegmensre kitérni, csak azokra, ami szerintünk valamilyen szinten értelmezhető. Ez kicsit olyan, mint a 4 zenekategória, rock, klasszikus, jazz és punk. De hogy nézzük meg, hogy adott kategóriáknál cross country, egy all mountain és egy enduro biciklinél mire van értelme költeni, és mi lenne az, amire mi azt mondjuk, hogy figyelj, ez jó vétel. Kezdjük a cross country-val. Ez talán a legegyszerűbb kategória olyan értelemben, hogy egy merev vázon most már csak egy váltó, meg egy teleszkóp. Az, hogy honnan indult, azt azért te tudod talán jobban elmondani. Hát azért nem vagyok olyan öreg, mint az országút, de hogy így, igen, ezek a majdnem azt mondom, hogy a mostani gravel bringákhoz hasonlítottak annó jobban a Montig hajlított kormány, aztán ebből lett a merev villa, a merev váz, 20-30-50 mm-t, hát nem is rugózó, de inkább pattogó elasztomeres csillapítások, és aztán akkor megjelentek szépen a fulik, amik szépen-szépen fejlődtek, hát és most kikötöttünk ott, ahol olyan lapos villaszögek vannak már a cross-country bringákon is, mint a 5-6 évvel ezelőtti endurókon. Az új bringák azért tényleg teljesen mások, mint a régiek. Én amikor legelőször mentem egy ilyen ösztelős 29-es bringával, pedig az még nem a mostani trend szerint épült, akkor én azt mondtam, hogy hát ezzel tényleg bárki tud biciklizni, mert egy régi 26-os 80 millit mozgó aluvázas bringához képest olyan terepen, mint egy varázsszőnyeg. Akkor mi az, amire figyeljen itt a kedves vásárló, szerinted? Tehát két kategória van, gondolom, merev és ugye fulli. Merev és fulli, így van. Hát ami szerintem fontos, hogy legalább ez a Deor vagy SLX váltószett, az, hogy ez kompletten jó legyen, az fontos. Az, hogy merev vagy fulli, az tényleg inkább szerintem a felhasználás dönti el, és hát árkategóriát érdemes meghatározni, hogyha így komplet bringáról beszélünk. Én azt gondolom, hogyha tényleg valaki terepel szeretné használni a bringát, és élvezni is szeretné, és nem akarja, hogy idejekorán leesnek róla az alkatrészek, akkor merev farukból olyan 3, de inkább 400 000 forintot most azért érdemes rákölteni egy bringára, hogy így feljebb mentek az árak. Egy összteleszkóposnál már nehéz kérdés, mert ott tényleg a nagyon olcsónál ott a rugózási rendszer szerintem még azért nem olyan jó, tehát pogózik nagyon sokat. Ha hátsó fékkel fékezünk, és megáll a kerék, akkor ugye nem rugózik, hanem elpattog. Tehát itt az érdemes tényleg egy komolyabb bringában gondolkodni. Itt szerintem ilyen 7-800 nagyjából. Alu fullinál, ami mondjuk egy Deor szettes, ott annyira nem is számít a súly, mert ott nem az a cél, hogy kettővel gyorsabban menjünk az erdőbe, hanem inkább a bringázásnak az öröme. Azt azért ki tudja szolgálni egy ilyen bringa is nagyon jól. Tehát igen, valahogy Montinál én is azt érzem, hogy picit ez a súly talán túl van értékelve, és én is 1-2 kilóval többet el tudnék viselni egy biciklin, ha az alkatrészek jók. Tehát jó a villa, erős a fék, jó a geometria, ezek megvannak, ezek a K-ok, akkor ez egy 14 vagy 15. Menjünk tovább, a következő, amit régen a Mountain Bike magazin túrának hívott, de most már trendiként All Mountainous Trail, hogy ezek az ilyen 120-130 mm-es fulik, és itt már szerintem majdnem csak fulliról tudunk beszélni, ugye? Igen, tehát egy All Mountain Trail, hát vannak ezek az ilyen merev trail, vagy merev endurónak hívott bringák, lehet olyanokkal is menni, szerintem azért ilyen kategóriában már mindenképp érdemes ösztelóssal.
És ezzel akkor arányosan, mivel csak fuliról beszélünk, megy fel az ár, vagy esetleg mivel kevésbé van kihegyezve a súlyra, ezért akár még olcsóbb is tud lenni mondjuk egy cross country fuli szerinted? Hát itt szerintem nagyjából ugyanarról az árkategóriáról beszélünk, vagy még egy hajszányival fölötte is. Ezeknél a bringáknál főleg az a fontos, hogy ugye hogy megy lefelé. Az, hogy hogy megy lefelé, az meg ugye nagyon függ attól, hogy milyenek benne rugós dolgok. Tehát itt én azt gondolom, hogy egy picit többet érdemes elkölteni, mint egy cross-country bringánál. Itt ugye lejtőorientáltról beszélünk, de nagyjából valami olyasmiáról beszélünk. Hát igen, itt én szerintem is, tehát hogy amint spórolsz, az a váltórendszer lesz, meg a kerekek, és amint költesz, ugye, hogy jó, nagyobb fékek legyenek rajta, meg rendes rugózás, és engedd el azt a témát, hogy ezek a rugózási rendszerek fognak felfelé egyébként mocorogni. Így van. Tehát, hogy teszem hozzá, én nem szeretem ezeket a bringákat, mert hogy viszonylag sok ilyet próbáltam, de hogy nekem az összes picit lassú. Tehát ez nyilván azért van, mert merreforró bringákkal tekertem a legtöbbet, vagy kis rugóutas ösztelósokkal, de lefelé azért ezekkel sokkal nagyobb élmény menni. Ami még fontos, hogy ahogy mondtad, a kerekek nem fontos, hogy jók legyenek, a váltórendszer legyen valami 1x12-es, a váz jó legyen, és gyakorlatilag minden mást azt le lehet rajta cserélni később is. Dropper, post. Ezt kifelejtettük ebből a kategóriából, ami elengedhetetlen. Hát itt azért már mindenképp, de én azt gondolom, hogy már a cross-country ösztereszkópos bringáknál, ami új, ott is alap. Na igen, és akkor, hogyha még egy rugóút szinttel feljebb megyünk, és tök érdekes egyébként, hogy most már ilyen azért 140-től 160 mm-ig már ilyen enduróról beszélünk, amikor régebben ez még 2 centivel nagyobb volt. Igen, meg régebben kicsit más volt a felhasználás. Régen ugye voltak ezek az MVD filmek, amit már inkább ez a freeride, nem is a DH, mert a DH ugye ez az inkább a 200 mm, a freeride meg inkább ez a 180-200 volt, és ott tényleg ilyen nagy ugrások voltak, meg ugrás közben trükközés. Most már ebből gyakorlatilag csak a rampage maradt meg. Hát igen, tehát enduro nálam az a kategória, amiért meg fognak majd az eferósok engem kövezni, hogy azért Magyarországon relatíve kevesen tudják tényleg kihasználni, én szerintem. Azért sokszor ehhez a kategóriához inkább ki kell utaznod külföldre, és hogy a magyarországi adottságokra szerintem inkább ideális az, hogyha picit alul vagy a bringával szerelve, és rövidebb rugóút, akkor azok a kevésbé technikásabb, kevésbé meredek lejtők is nagyobb kihívást jelentenek, mint egy komoly 160 mm-es enduróval. Igen, ezek már, én azt gondolom, hogy én is, hogy bike park gépek, tehát ezekkel ki kell menni, nagy ugratókkal, gyorsabb pályákra, hosszabb pályákra. Ugye Magyarországon főleg az a baj, hogy még ha van is egy-két szakasz, de azokból sincsen sok, ahol tudsz egy enduro gépet jól használni, akkor is az a szakasz az nagyjából 20-30 másodperc. Na igen, és hogy ezért a 20-30 másodpercre elég komoly prémiumot is fizet. Ahogy mondtad, tehát és az alkatrészek is úgy vannak méretezve általában, hogy ott már mindenképp csak négy dugattyús fékek vannak, ott már erősebb kerekek is vannak. Ugye a nagyobb rugóút miatt egy profi linkage rendszer általában, tehát a váznak a kialakítása is egy kicsit jobban megalkotott dolog. Ugye, hogy ne nyelje el tényleg az összes energiádat a rugózás. Tehát itt azért már mélyebben egy zsebbe kell nyúlni, és szerintem az enduro kategória, ugye nem csak árban fizetsz egy elég nagy prémiumot, hanem ugye ezek az összekötő szakaszok, amik bringázás közben vannak, ott is azért egy enduróval jelentősen kényelmetlenebbül lehet menni, mint egy 130 mm-t mozgó tréllel. Igen, tehát majdnem azt mondanám, hogy ha meg tudod engedni, akkor ez inkább egy második bringa itt a magyarországi adottságok mellett inkább. Amúgy igen. Tehát én, hogyha első ösztelósnak vennék, akkor és mondjuk lejtőorientált, akkor én inkább vennék ennyi pénzért egy jobb trailbringát, és hát én azt gondolom, hogy Magyarországon gyakorlatilag semmit nem vesz az ember vele. Nem vállaltam be a legkomolyabb dolgokat, de azért a 140-es, bocsánat, nem is 140 volt, 130 volt az én e-bike-om, hogy elképesztő magabiztosságot adott egy jó geometria a magyarországi lejtőkhöz. És nem feltétlenül. Tehát, hogy valahol olyan érzésem lett volna, hogy 160-nal már gyakorlatilag túl bátor lenne az ember, és hogy nem is igényelne komoly technikát ahhoz, hogy legyűrt.
Aztán zárójel, biztos, hogy vannak olyan helyek, ahol 160-as, 170-es bicó kell. Aláírom, de nem ez a többség. Igen, meg hát amit mondtam is, hogy ezek nagyon rövid szakaszok. Tehát egyszerűen nincs akkora szintkülönbség Magyarországon, ami indokolná ezt a rugóutat. Matyi, kihagytunk valamit szerinted itt, amit még esetleg útravalónak hagynál? RTL-en volt régen ez a napi üzenet. Montiból én azt gondolom, hogy csak kihagyni lehet szinte mindent, mert egy akkora széles kategóriáról beszélünk, de ami ebben a műsorban belefért, azt beleraktuk. Köszönöm én is a lehetőséget. Sziasztok! Contra.